Nem túlzás, ha azt mondom, hogy a formáció egyenesen a Pávás teremből jött ide a stúdióba. Vendégeink az előadók, Mádai Csenge, Friderikusz Péter és Pál Benjamin. Jó estét kívánok, üdvözöllek titeket! Csenge, engedd meg, hogy először a srácokkal kezdjek. Most szétválasztottuk a formációt, ugye Csengét beültettük közétek, hát a kecskeméti közönség, sőt az országos közönség is ismer már titeket, ugye a Living Room formációról van szó, tavaly több nagy televíziós műsorban is, vagy a Dalban is felléptetek, tehát ti már országos ismertségben vagytok. Hogyan jött az, hogy egyrészt ugye már a fővárosból visszajöttök Kecskemétre, és egy 12 éves hölgyel összeálltok, és egy ünnepi formációt kitaláltok? Alapvetően mindig jó dolog visszajönni Kecskemétre, mert ugye egyrészt innen származunk, és bár felkerültünk Budapestre, rengetegszer járunk vissza Kecskemétre, és örülünk minden olyan megkeresésnek, amikor van lehetőségünk akár a mi zenénket, vagy akár valaki mással, mondjuk Csengével, vagy bármilyen formációban zenélni itt Kecskeméten. Csengét korábbról ismertétek? Nem ismertük, az anyukája hívott föl engem, mert ő hallott rólam már korábban, és akkor megkérdezte, hogy esetleg lenne kedvünk a Csengével ezt a dalt így átdolgozni, és meg, mint ahogy Peti is mondta, nagyon szeretjük, hogyha Kecskeméten bármilyen ilyen rendezvényen, vagy bárhol megjelenhetünk, és a kötődésünket ilyen formában is előhozni. És erősíteni. Csenge, milyen volt a srácokkal dolgozni? Hát nekem ez egy óriási élmény volt, és egy nagyon nagy lehetőség, mert amikor én néztem a dalt, akkor én nagyon-nagyon szurkoltam a Beninek, és hát én egy nagyon nagy rajongója voltam, szóval nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. És amikor összeálltatok, és akkor eldőlt, hogy összeáll ez a formáció, ki döntötte el, hogy ezt a dalt, ugye a Kormorán egy nagyon ismert nemzeti rock csapat Magyarországon, ki döntötte el, hogy ezt a dalt választjátok? Igazából én az anyukámmal döntöttem el, de én nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a dal, mert nagyon szeretem Keresztes Ildikót, és ez mindenképpen egy olyan dal, ami szíphez szóló, úgy gondolom, és a szabadságharcról szól, és tökéletes 48-hoz. Hogy érzed, hogy sikerült a főpróba? Mert hogy ez egy főpróba volt ugye a holnapi megemlékezésre. Szerintem elég jól sikerült, és hát igazából nagyon jó volt. Tehát ha így fog zajlani holnap, és akkor elégedett leszel. Igen. Srácok, ti ugye már Budapesten zenéltek, mindketten ott folytatjátok a tanulmányaitokat, és hát komoly zenei pálya előtt álltok remélhetőleg, és ez így is lesz. Mit kell tudni most a Living Roomról? Hát jelen az első albumunkon dolgozunk, ami nyáron fog megjelenni. Igazából a dal az egy nagyon jó induló volt, nagyon jó mérföldkő ahhoz, hogy eldöntsük, hogy akkor ezt komolyabban folytatjuk utána, és hát szépen lassan jöttek a megkeresések, a fellépési lehetőségek. Szóval most azon vagyunk, hogy minél jobban ezt a stílust, amit mi képviselünk, ezt, hogy a popzenébe beletenni a csellót, és hogy a szövegekkel pedig mindenképpen egy komoly mondanivalót adni. Igazából ez lenne a célunk, és most az album az egyik lépcsőfok ennek, és igazából szeretném minél több fesztiválra, minél több koncerthelyszínre eljutni. Ha már említetted a műfajt, akkor ennek a műfajnak valóban vannak nehézségei. És Benjamin, azért hozzád fordulok a kérdéssel, mert te azért gitárral talán egy könnyebb helyzetben vagy. Mind a ketten egy zeneakadémiáról érkezett zenész, és egy zeneakadémiára tartó zenésszel beszélgetünk ugye most. És mégis sajnos mondjuk ki azt, hogy a pop műfajban a cselló, az a stílus, amit ti képviseltek, ott bizony talán rögösebb az út, mint mondjuk egy sokkal könnyedebb, alacsonyabb színvonalú produkció. Ki fogtok tartani a műfaj mellett? Én úgy gondolom, hogy igen, de ez nekünk célunk is, hogy egy kicsit így próbáljuk így a mai irányokba beintegrálni, vagy a mai pop kultúrába ezt így beintegrálni, ezt a stílust, mert szerintem egyébként meg a cselló, mivel ez egy komoly hangszer, komoly zenei hangszer, ez még mondjuk a daloknak a mélyebb mondani valóját is még rá tud erősíteni, és igen, ez a célunk egyébként, hogy ezt így. Amikor egy évvel ezelőtt a dalban feltüntetek, akkor azért emlékszem rá, itt a híradóban is sokszor emlegettünk titeket, tehát Kecskemét úgy felfigyelt rátok, és mindenki nagyon-nagyon szurkolt nektek. Van-e olyan további tervetek, hogy hasonló tehetségkutatókban, vagy hasonló ilyen zenei kutatóműsorokban láthatunk-e még titeket? Szerintem fogunk a dalműsorba, a következő évi dalműsorba
jelentkezni, mert az tényleg egy nagyon jó platform arra, hogy népszerűsítsük a zenekart is, és a frissebb dalainkat. Nálatok maga a munkamegosztás az hogy zajlik? Ki a zeneszerző és ki a szövegíró? Ez úgy történik, hogy én iszek egy dalötletet le a próbateremben mondjuk, és én találom ki az akkordmenetet, a dallamot. Szövegíró, van, amikor magunknak írunk szöveget, de olyan is volt, hogy közreműködtünk más neves szövegírókkal, mint például Hújbel Szabolcsal, és akkor ő egyszerűen a mi dalötletünkre, vagy dallamötletünkre ráhúzza a saját dalszövegét. Csenge, te sem egy rutintalan énekes vagy zenész vagy ezen a pályán, hiszen mondjuk ki, hogy ezen a rajzversenyen, ami ugye holnap lesz, ezen te a kezdetektől, tehát 9 éve mindig fellépsz és mindig énekelsz. 9 éve, tehát most vagy, bocsáss meg, akkor 3 éves voltál, ennyit elmondok a közönségnek, amikor legelőször énekeltél, és most pedig egy neves formációval együtt lépsz a színpadra. Más lesz ez a holnapia, mondjuk az elmúlt 8-hoz képest? Hát sokkal különlegesebb lesz, ugye, mert nem egyedül fogok, hanem 2 másik emberrel, és nagyon felnézek rájuk. Ez egyik példaképeim, szóval nagyon különleges lesz most. Igen. Ugye ez most egy friss kapcsolat. Mit remélsz a továbbiakban? Fogsz még a fiúkkal zenélni? Hát én nagyon remélem, hogy fogok még zenélni velük. Tehát terveidben nem szeretnéd elhagyni őket, vagy inkább a fiúk nem fognak elhagyni remélhetőleg téged, és segítik a pályádat. Péter, én őszintén megmondom, én nem elsősorban a dalból ismertelek titeket, hanem én a főtérről, itt a Kecskeméti főtérről, és én nagyon emlékszem, hogy itt ebben a műsorban is nagyon sokszor, amikor zenéről beszélgettünk szakemberekkel, akkor meg is említettelek titeket, hogy de jó, vannak fiatalok, és itt volt lent egy csellós és egy gitáros srác, és baromi jól zenéltek. Mondd és ígérd meg nekem, hogy nem derogál, és a jövőben akármilyen nagy sztárok lesztek, itt lesztek néha a főtéren, mert nagyon-nagyon hiányoztok, és nagyon remélem, hogy hamarosan újra látunk titeket. Hát ez úgy szokott lenni, hogy amikor lejövünk nagy ritkemben, nyilván amikor van bármilyen, akár egy baráti találkozó a Kecskeméti Társaságunkkal, vagy valamilyen fellépés, vagy egyáltalán csak lejövünk egy hétvégére, és jó idő van, mindig kiülünk egyébként, és tényleg csak azért, mert tényleg Kecskemétnek is szükség van arra, hogy ilyet halljon, meg mi is szeretünk azzal adni, hogy mi akár kiülünk a főtérre, és bárki meghallgathatja. Szóval nem kell elmenni egy koncertre, vagy beülni valahova, vagy meghallgasson valamilyen zenét, hanem tényleg az a célunk, hogy amikor valaki elmegy akár az utcán előttünk, akkor megálljon, és hallgassa egy kicsit, és akár boldogabban menjen tovább. És egyébként mi a visszacsatolás? Tehát amikor elmennek előttetek, akkor mi a visszacsatolás azt, hogy ott zenéltek? Hát rengetegen szoktak megállni, meg odajönni, beszélgetni, tehát ez is egyfajta pozitív visszajelzés, és nekünk ez nagyon jól esik, amikor mondjuk egy saját számunknál megállnak, és megkérdezik, hogy ez milyen szám, és mondjuk, hogy a sajátunk, és mondják, hogy ez egy nagyon jó szöveg, vagy egy nagyon jó ötlet az, hogy a cselló meg a gitár együtt van. Tehát szerintem ezt nagyon szeretjük csinálni, és ez tökre belefér, hogy akár bárhol kiüljünk és zenéljünk. Én azt hiszem, hogy a zeneipar az pontosan az a műfaj és az ipar, ahol nagyon fontos, hogy bennfentes és ismert szereplők legyenek, és Kecskemétnek erre nagyon nagy szüksége van. Úgyhogy hát én ezúton arra kérlek titeket, hogy ezt a műfajt, az utcazenét, azt valahogy így próbáljátok tolni ebben a városban, mert nagyon nagy szükség van rátok a köztereken, a főtereken, egy színes színfoltjai lehettek a városnak. És Csenge, én azt kérem, hogyha legközelebb a fiúk itt lesznek a főtéren, akkor téged is lássunk. Köszönöm szépen, és akkor a holnapi megemlékezésre pedig akkor egy sikeres műsort kívánok. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt.